Buonasera, signore e signori. Jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim. Stasera vi presentiamo una vera commedia italiana. Vagyis ma este egy igazi olasz komédiát mutatunk be önöknek. Illetve hát annyira igazi, amennyire mi igazi olaszok vagyunk. És most a helyszín. E pillanattól önök valamennyien a festői Ancona tengerpartján van. Illetve lesznek, illetve egy kicsit beljebb lesznek, mondjuk úgy, hogy a városka egyik tereskéjén. A cselekmény. Ott szemközt fog épülni egy ház, ott fogok lakni én, Tomao Nicomaco, Ancona leggazdagabb és legtekintélyesebb polgára. Úgy. Igen. Ott fogok lakni én, a kislányommal, Luciával, és egy ködös hajnalon egyszer csak fölfogadok egy vándorzsikust, egy bizonyos Luigi-t, jöjj Luigi, hajolj meg Luigi, menjél vissza Luigi, hogy miért, arról most többet nem is mondanék. Ott épül egy cukrászda, a tulajdonosa Giovanni, aki minden áron szeretné feleségül venni az én kislányomat, Luciát. Érkezik viszont egy milliomos, Lucrezio nevezetű, éppen a székekkel érkezik, akihez meg én szeretném minden áron hozzáadni a kislányomat, Luciát. Lucrezio ezzel szemben, de erről inkább most többet nem mondanék. Legfőjebb annyit, hogy Giovanninak van egy húga, Drusilla. Ciao. Drusilla a gyönyörű, aki nagyon szeretné, hogyha Lucrezio, de ez is maradjon titok, ki fog derülni. Itt épül egy panzió, a tulajdonosa Agnese asszony, aki valaha közelebbi viszonyban állott én velem, bizony. De most már legfeljebb csak a hátam mögött súg-búg Dorinával, aki meg jelenleg áll közeli alkalmazásban én nálam. De ez a panzió nem azért épült ide, hanem azért, mert itt fog lakni egy gyönyörű fiatal magyar lány, Vittoria, aki hihetetlenül boldog, hogy kiszabadult ide olaszba, ahogy ő mondja. Hogy mit jelent az, hogy kiszabadult? Ez azt jelenti, hogy e pillanattól valamennyien 1970-ben vagyunk, vagy 69-ben, vagy 71-ben, mindegy. Szóval valamikor akkor, amikor még... Tehát mit is lehet erről mondani? Úgyhogy mindent tudnak, hölgyeim és uraim. Kérem szépen a zenekart, mert ezt elfelejtettem mondani. Muzsika is lesz szám, de nem akármilyen, hanem olyan... Olyan, hogy úgy fölidézi majd nekünk azt a kort, amikor még... Készen vagytok? Giovanni? Így? Kezdhetjük? Allora! Allora è pronta, signorina? Sì, maestro. Corregga la posizione del laghetto. Bene così. Fa. La mi. Re mi fa. Attenzione a mi. Mi scusi. So. Si fa. So, la, si, la, si, do, la, fa. Che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai. Lo so che mi sto innamorando, ma non ho il coraggio di confessarlo neanche a me. Innamorato di te. E dopo 30 anni di più. Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
via allora? No, maestro, non vengo. Perché? Ho deciso di non continuare a studiare. No, maestro. Ma perché allora? Perché sono innamorata di lei. L'amore più grande del mondo, nato troppo tardi ormai per un uomo come me. Innamorato di te. E tu, 30 anni di più. Fennem maga fiatal ember. Mit csinál itt folyan a lámmal, azon kívül is hőveri az egész várat. Elnézését kérem, uram, hogyha álmából esetleg én kekekekkel ébresztettem fel. Luigi, de szóró vagyok, Pescarából jövök. Pescarából? Az milyen egy szarhely? Vándor muzsikus vagyok, már majdnem 4 napja a úton vagyok. Munkát. Állást keresek. Te vándor zenész vagy? Már van is állásod. Hol? Hát nálam, te barom, látsz még itt valakit rajtam kívül? Nem, uram. Tomáho Nekomako vagyok, hallottál már rólam? Nem, uram. Nem veszem tőled zokon, bár elég jól ismernek engem Pescarában, csak egy ilyen szegény ördög, mint te biztos, nem nagyon forgolódik jobb körökben. De Don Graziano-t, a nagykereskedőt, azt csak ismered. Nem, uram. Még őt se, hát ő a leggazdagabb ember fiam Pescarában. Csak az én vagyonom meg még az övénél is nagyobb. Mert csak azért mondtam el, hogy úgy nagyjából tisztában legyél az, hogy kivel állsz szembe. Én így is tisztában vagyok vele, jó van, fiam, mert most a bizalmamba fogadlak, de ha visszaérsz vele, én úgy elverlek, hogy seggen csúszol vissza egész Pescaráig. Ezt megértetted? Perfetto. Ide figyelj, beköltözöl a házamba. Itt fogsz lakni a vendégszobában. Enni, inni, annyit kapsz, amennyit akarsz, és még fizetséget is adok, ha? Elég gyorsan megtanítasz a muzsika művészetére. Egy napod van rá. Nem, uram. Egy nap alatt nem lehet megtanulni. Gedülni. Muzsikálni. De én énekelni akarok, te barom. És tudok is, csak nem ismerem elég jó ezeket a mostani dalokat. Énekelni, uram? Hát én rengeteg új dal tudok, és szívesen meg is tanítom, hogyha kell. Hát éppen ez lesz a feladatod, mert most költözött ide be panzióba egy magyar lány. Una signorina ungherese, te egy hölgy. Ez nem hölgy, ez egy tünemény, egy égi tünemény. Ez olyan szép, olyan gyönyörű, olyan kívánatos, olyan Vittoria, te! Ez a neve. Ja? Vittoria, győzelem. Na majd, ha azt a várat én olyan istenesen beveszem. Te, ott lesz az én győzelem. Érted már a dolgot? Értek, uram, a várat bevesztjük. Na ez meg az egy kislányom, Lucia. Kicsit adok, de az neked nem fog főtűni. Az úr Luigi, vándor zenész. Itt fog lakni nálunk egy pár napig. Lucia Nicomaco. Én ezt, papa, én annyira szeretnék már metanulni. Gedülni. Muzsikálni. Te? Na, azért vetted a... Gedülj. Gedülj. De azért kaptad, kislányom, de pedig hallani nem akartál róla. Igen, de az Luigi olyan szépen játszott. Ez igaz, te tényleg szépen játszottál, kisfiam. Hol tanultál hegedülni, csak nem Pescarában? Nem, a szülővárosomon, Arezzóban. Arezzóban? Az is milyen szar hely? De a hegedű tanárai azok jó. És ott élnek a szüleid, vagy mi? Nem, csak az apám. Az anyám elment az öcsémmel, amikor én még gyerek voltam. Azóta, de. Aha. Szóval akkor te is anya nélkül nőttél fel, akár csak az én szegény Lucia. Miért? Mi történt a kedves mamával? Meghalt, amikor még kisgyerek voltam. Jó van, na nem bánom. Szabad idődben taníthatod egy kicsikét hegedülni a kisasszony, te éhenkórászt. Én nem vagyok éhenkórász, uram. Hát engem már hívtak a milánói Szkálába is. Nem. Csak nem bírom a kötöttséget. Sose bán, jól nőttöttél, Milánó az egy szarhely, tudom. Ancónához képest. Dorina, gyere ki! Megfogod a fiatalember cókókját, beviszed, ez kimosol minden darabot, de nagyon alatt. Uram, én minden magam szoktam mosni. Most meg majd Dorina fog.
Melyik vendégszobát adjuk az úrnak? Emelt itt. Értem. Szóval a kisasszony szobája mellett. Jaj, mit locsogsz már annyit, Dorina? Most elmegyek a dolgomra, de délután visszajövök, készítsd elő a nótákat, kezdjük a tanulást! Dal, ha búg a húr, izzeng tőled a szív, és érzem így, hogy veled fogom far el amore, és megáll az óra. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, facendomi sognare un po' di più. És az ég milyen tág, szemmel néz le most rám, szól a húr és szól a dallam, abban fülem rá halljam. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, amore mio. És a fény milyen más, és a szín, és a ház, és a várok összesúgnak, mint vonósúg a húrnak. Amikor megláttalak, rögtön belit szerettem. Rögtön, én is. És ha rád nézek, én még dadogni is elfelejtek. Én, hogyha rád nézek, én mindent elfelejtek. Neked is a K és a T volt a kritikus betű? Igen, a T és a K. Ezeket soha nem tudtam kimondani dadogás nélkül. A krumpli az neked is olyan nehéz volt? A krumpli? Azt egyáltalán nem tudtam kimondani. Mindig burgonyát mondtál helyette? Tu, soltanto tu, con tutte le emozioni che mi dai, con quello sguardo che tu sola hai, con l'aria di chi a fare l'amore ci mette anche al cuore. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, facendomi sognare un po' di più, ogni ora di più, ogni anno di più, con il corpo e con la mente, contemporaneamente. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, amore mio, per volare con te, solamente con te, abbracciati dolcemente, adesso io tra la gente. Hozzád való. Én csak is én tudlak úgy szeretni, hogy téged szeretni kell. És itt van ez a magyar lány. Fütyül rád. Minek futsz utána, amikor itt vagyok neked én? Nekem az is boldogság, ha a gatyádat moshatom. Minél jobban sikálom, annál inkább úgy érzem, mintha téged simogatnálak. Különben azt tudod, ugye, hogy csak miattad tanultam meg főzni. Anyám otthon fakanállal kergetett, úgy utáltam a házi munkát. De miattad, édes paripám, drága bikám, még ezt is megtanultam. Az éjjel már megint kinnült a padon, és csak bámult aval az őzike szemeivel oda a Donna Vittoria erkélyére. De előtte nálam volt. Mondd, téged egy csöppet se zavar, hogy másra gondol, miközben téged gyömöszöl? Amíg ilyen jó gyömöszöl, addig nem. És tudd meg, az nekem az olyan, hogy szerelmes, mert olyan lírai típus, ilyen rámorózó. Neki szüksége van arra, hogy a szívit is melengesse valami, ne csak a... Na hát ilyenkor csodákra képes. Képzeltek, tegnap a konyhába rákezdte. Éppen a leves kavargatom, amikor érzem, hogy hát... Elég fogva, aztán nem hallgatom tovább. Na, mióta vagy ilyen prűd annyi íz? Én nem vagyok prűd. De tudod, mióta nem volt nekem ilyen se hátulról, se előre. Bánom is én, hogy melyik oldalról, de se honnan. Szegény anyi, de hiszen ez borzasztat, hogyan segíthetnék? Hát azért sajnálni nem kell, nincs szükségem a segítségedre, csak legalább ne beszélj róla. Megnyugva rá, akkor kevésbé vigyorok, ne? Különben jobb, ha tudod,
hogy Toma olyan hevesen udvarol a kis Vittóriának, hogy tegnap már egy csupa igaz gyöngyből álló karperecet ajándékozott. Tudom, neki. A virágcsakrot velem vetette. Nem fog ez a lány sokáig ellenállni. Férjet akar ezt fogni magának, akkor aztán megnézheted magad. Mm. Ez a kis ungáréze nagyon vérmesnek látszik. Nem hogy ez neked belőle. És legyünk őszinték, Tomához se lesz már fiatalabb. Pedig de szép ember volt, de már 20 éve is. Jaj, tudom, vele csalta a feleségét. Lefekszem, csak annyit kér, hogy kicsit szeressem. Mindszintek látom, bár nem épp ennyi fiú Montagu, de bőre ízó, mégis jó szagú. Ha vadul néha, az nagyon jó, ha szelid máskor, hát az is jó. Renik, Móri, Móri, Szemperre, Móri, Tudove, Benzia, tutte, mánom, Benzia, me. De vajon mondd, mit tehettem, mert tudod jól, hogy nagyon szerettem. Én szépnek láttam, bár nem volt egy ifjú Montagu, a bőre izzó volt és jó szagú, ha vadult néha, az nagyon jó, ha szelíd máskor, hát az is jó. Milyen? Frutta di mare. Az a kedvencem. Tessék, vegyél. Na, és a fiatalokkal mi van? Ma is kérdezd. Azért szegény dadogós is Luciában úgy megtalálta a párját, mint zsák a foltját. Olyan hatalmas szerelem dúl közt és a szegény dadogós hegedű tanár közt, hogy ilyen már én tartottam a gyertyát. A rajtó előtt nagy az édesdom, bemenjen. Helyes pofák lehetnek együtt. Csak győzik egymást kívánni. Milyen? Isteni. Te Dorina, ha ez a fiú ott is dadog, az nem lehet éppen rossz. Na most azt képzeld, hogy egyik se dadog. Ne viccelj, tegnap beszéltem a Csillával, jobban dadogott, mint valaha. Na persze, mindenki mással dadogna, csak egymással nem. Én is akartam inni a fülemnek, egymással egyik se dadog. Na mi ezt a nem szerelem? Sics innen, Matilde! A büdös macskája már korán reggel. Buongiorno! Buongiorno! Emlékszem, milyen nagy dolog volt egyszer, hogy a kávézómat megnyithattam én. És úgy éreztem, kastély lett a ház. Reggeli kávé, reggeli zsömle. Na voltja, de úr, hűge nagy úr. Néha egy úr jött, és néha egy donna. Egyszer egy donna, kedvesen mondta, pihenni járni ide nyaranta. Sehol sem lenni, kis
ristorante. Benika lenni, én lennék is benne, emlék is lenne, oly kedves és szép. Bár egy ristorantét nyithatnék meg egyszer én. Jönne ifjú, jönne vén, sok úr és sok donna. A donna, kedvesen mondja, milyen járni ide nyaranta. Ez lenni kedvenc kis isztoranta. Ilyen jó tenni, hiányzik semmi, túla is enni, tenni való. Mennyibe ébresz föl, mire ideér, készen leszek. Épp az imént nem beébreszteni kegyelmet. Dorina, fiam, Dorina, mit tud ő, nem lát az túl a micsodáját. Az bár igaz, velem is folyton kellemkedik, mórikálja magát, illeg, billeg. Igen. Egy szóval viszket neki? Azt azért nem gondolnám, hogy viszket neki. Akkor minek kelleti magát? Azért, mert ő azért megszokásból. Ja, az más. Szóval azt úgy nem gondolnám, hogy viszket neki. Na szóval honnék jön? Tehát nem is aludt otthon? Fiam, mióta ide költözött mellénk, ez egy kis ungeréze. Ungeréze? Hát, azóta én, fiam, úgy alszom, mint egy csecsemő. Hogyhogy? Óránként fölébredek, és sírok. És nem bírok a közelébe férkőzni, mert a járva hangot nem ért abban, hogy pofázok neki. Úgyhogy már tegnap kénytelen voltam odaadni, fiam, a gyöngy karkötőt. Nagy lehet a szerelem, ha maga belenyúlt a pénztárcájába. Hát hülyének az én elnézést. Szegény jó feleségem, Isten nyugtassa, kapta még annak idején eljegyzési ajándék volt, de akkor se én vettem, hanem a papa. Lucianos szántam, de minden megözöznek. Hey, Dottomov, ezek szerint engem rövidített meg. Mi van, már nem akarod feleségül venni Luciát. Aztán szóval nem mondtam, hogy nem szándékozom feleségül venni Luciát, sőt, nagyon szeretném a dolgot mi hamarabb nyílbe jutni. Most március van. Április. Egy hónapon belül megtartjuk az esküvőt, mert nyárra megnyithatom a restaurantet. Hát, fiam, ez az április, te, ez az oka ennek az én pezsgésemnek. Már ma is kora hajnalban kimentem a tengerpartra. Néztem azt a hatalmas, fuldokló tengert, és azt éreztem, hogy én vergődöm ott. Úgyhogy elhatároztam, véget vetek én ennek a szenvedésnek. Dottomov, hogy szándékozik véget vetni? Na, szély idióta, úgyhogy megkérem a kezét, mert rájöttem. Nélküle nem bírok élni, másképp meg nem lehet az enyém. Annyira szép? György, te még nem láttad. Nem. Ez furcsa, pedig már legalább egy hete itt lakik. Soha nem kávézott még nálam. Soha. Ezt mondjuk úgy nem csodálom. De ma biztos, hogy megismered, mert szerenádot adok neki, ezt megkérem a kezét.
Akkor tarthatjuk közösen is a lagzit, a kegyedét meg a miénket együtt. Tarthatjuk, fiam Giovanni, tarthatjuk. Csak azt ne gondolod, hogy akkor több lesz a hozomány. Ugyan már, hova gondolod, Tobao? Mert azt hiszed, hogy Tobao Nikom akkor kinyitja a pénztárcát, csak nagy tévedés. Nem azért lettem gazdag ember a saját erőmből, hogy más meg elszitkázza. Megmondtam a lányomból, annyi hozományt adok, hogy vehetsz egy éttermet, többet nem, és meg az is sok pasta. Hol a kávé? Többiből meg veszek neki ékszert, ruhát, autót, bundát, amit akar. Sokat azért ne akarjon. Meg veszek neki valami rendes ruhácskát is, hát hogy néz ki ezekbe a kis magyar holmikba. Elég, ha rám néz az a kedves kis nő, akár egy kávé úgy feltestítő. Az a lány meg én, micsoda lány regény, nem lehet másé, mikor itt vagyok én. Érizve jáván, con un bacio e un caffè, e poi giocava in letto con me. Se non è amor, dimmelo tu cosa, e poi restava a parlare di noi. Kis nőt, mint egy égtornász, úgy jártam el nevet, nőttem akár egy ágy. Nem mi dicséva, jó sto bene con te. Abbracciandosi a me, dimmi che tu mi vuoi, il respiro di noi, dimmi che nessun uomo ti ha fatto tremare come tremi con me. Le montagne se vuoi, prati verdi se vuoi, dimmi che non sai stare da sole un minuto. Mennyire szar! Nem is értem, hogy ennyire szar kávét, hogy lehet csinálni? Sajnálom, elromlott a gép. És milyen olasz vagy te, fiam, hogy nem viszél rendes kávét? Csak fél olasz vagyok, az anyám lengyel volt. Fél, nem vagy te negyed olasz se, fiam. Azt kávolom, a ki ezt a kretína? Kúzi. Kúzi, bocsásson meg, uram, véletlen volt, higgyel, mert Viszmajor megfizette. De megáll, megáll, a legjobb nadrágom volt. Ez már megbocsánat. Legyen a följegyre, fogod fizetni az új nadrágára. Mi az a disznó? Menj ki, bálle, porka putána, már korán reggel takarítatok. Ki fizeti ezt meg nekem? Én, uram, de mindent megfizetem. Ez kulta, Giovanni, hát itt üldögélek békésen, iszogatom a reggeli kávémat. Egyszerre, mint a zsák, a gyakamba esik ez az ember. Ki a kávé a kezemből? Meg jó, hogy a bögre nem tölt össze. És szétégette a legjobb nadrágomat. Hát nézd meg, ah! Mamma mia, hogy fáj a lábam. Az Isten tudja, hogy hány csillagos égési sérülést szenvedhet. Fok. Mi fok? Az égési sérülés, a csillag, a szálloda, egy csillagos, két csillagos, az égési sérülés viszont fok, első fok, másodfok, és így tovább. Ja, maga orvos? Nem. Akkor miért szólsz bele? Akkor miért szólsz bele? Úgy vagy, hogy ezt mondja, hogy ezt föltakarítani, nem vagyok én, mire most nincsen nekem alkalmazottam. De én az vagyok, uram. Yeah.
uram, parancsoljon. Elnézést a kellemetlenségért. Öntől is elnézést kérek, uram, és remélem elég lesz egy új nadrágra. Ebben az esetben, uram, már mosom is fel azonnal, addig talán parancsoljon foglaljon helyet. Hozzatok valamit? Meghívhatom egy kávéra? Igazán nagyon kedves, köszönöm szépen. Allora, due cappuccini, prego. Subi. És még két panino, én fizettem. Még egyszer elnézést, uram, a kellemetlenségért. Ugyan már szóra sem érdemes, egy ócska nadrág volt. Tessék, foglaljon már helyet itt mellette, engedjenek, hogy bemutatkozzam. Tomáo Nikomako vagyok, a leggazdagabb ember Ancónában. Lucrezio del Soro, világpolgár. Igen. Hát az rögtön látszott az úr, hogy nem ide valósi. Szabad meg tudok, hogy most honnan jött? Honnan? Honnan nem, uram? Ilyen sokfelé jár. Mindenfele, signore, mindenfele. És mi végre ez a nagy utazgatás? Keresek valamit, uram. Hát, hogyha éppen mi nálunk megtalálja. Bár adná az ég. És mi az a titokzatos dolog, amit egy ilyen csinos, jóképű, tehetős fiatal ember ennyire keres? A halál. Na mi a signor Lucrezio, ez nem szabad. Hát, hogy juthat ideig egy ilyen fiatal milliomos? Mert milliomos, ugye? Az vagyok, de higgyel, egy cseppet sem érdekel. Elég az, hogyha engem érdekel. És mondja el, barátom, hogy mi történt. Én bennem megbízhat. Principessa, principessa, én csak így neveztem őt. Azt a kedves barna kislány, azt a szép kis hercegnőt, hangja csengett, lépte ringott, szállt az utcán, hogyha lépett, fürtje, mint egy fecske szárnya, és már nincs sehol, én meg élek. Principessa, principessa, szinte folyton énekelt. Most is hallom karcsú dallam, néma utcán szárnyra kelt. Majd a karját tágra tárta, s hozzáták szemekkel nézett. Némán hívott, mint az Isten, és már nincs sehol, én meg élek. Sei tornata tante volte all'intuire. Principessa, principessa, c'è la gioia intorno ai te. Sei guarita tanto in fretta, sei guarita più di me, ma perché quei occhi bassi per rispondere al mio inchino quando vieni per i campi col tuo principe vicino. La 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 la. Édes fiatal barátom, hát egyszer az életben mindenki átesik ezen a szerelem nevű betegséget, csak aztán ki is gyógyul belőle, higgy el nekem. Én soha. Ha ő az én drága, gyönyörűséges Drusillám nincs, akkor nekem is meg kell halni. Uram, segítsen nekem meghalni. Van egy ember, itt marad nálam a vendégem. Jó étvágyat! Giovanni, az úr a vendégem! Gyere, írj a többi el! Rendben, Don Tomás. Tessék, megkóstolj ezt a finom kávé. Hát Giovanni kávé a legjobb az egész városban. A zömlé meg egészen fenséges, ez olyan lány, olyan ropogós, olyan kis barna piros, mint egy igazi északi regálda.
Mi az? Jaj, bocsánat. Na, nőről többet egy szót sem. Ez a legjobb. A legjobb. Hát, mint az a drágom. Ugyan sikerült megnevettetnem. Giovanni, hozzon inkább két viszkit jéggel. Rendben, uram. Már is hozom. Uram, ha szabad azt mondanom, én már is úgy érzem, mint hogy az apja helyett az apja volnék. Na, apám az nekem nem volt. Nem volt? Nem. Hát mi történt? Alig múltam 5 éves, amikor a mama elhagyta a papát. Engem a mama magával vitt, a bátyám a papával maradt. Mindig vágyódtam a bátyó meg a papa után, de sose találtam meg őket. Aztán Rómában megismertem Drusillát, de őt is elvesztettem. Mire hazajöttem, már csak a halál híre fogadott. Ajjajjajj. Honnan jött haza? A tengerről. Elszegődtem tengerésznek, hogy pénzt keressek, de mire haza... Rigó! Jó van, na. Igyon egyet, barátom, gyógyír a bánatra. Más se teszek, uram. Egészségére, Misa. Egészségére, Dompó. Dani, mi ez a szar? Bourbon. Mitől ilyen forró? A fűtőtest fölötti polcon állt. És miért fűtest április? Elromlott a fűtőtest, rossz. Hát inkább nagyon is jó. Nem lehet kikapcsolni. Mi nem tettél bele jeget? Sajnálom, elromlott a frigider. Most mit csináljunk? Ha lehet, ne rendeljenek tejszíjhabos süteményt. Mit kivel mit csináljunk te? Ja, nem tudom, majd fújom és lögybölöm egy idő után, csak kívül. Ugyan már. Ez a legjobb viszki és a legjobb kávé, amit valaha ittam. Tessék, Giovanni, fogadd el hálám jeléül és vegyél rajta egy frigidert. Uram, ön igazán nagy lelkű. Nem is tudom, hogy mivel háláljam meg. Azzal, hogy nem hoz semmit. Ahogy parancsolja, már is hozom! Ő maga aztán össze tudja zavarni az embert. Matilde! Hát maga aztán nem fukarkodik a pénzében. Minek tenném, van bőven, de nem érdekel. Amióta Drusilla nincsen, azóta csak utazgatok, céltalanul szórom a pénzem. Várom a megváltó halál. Na, ez így volt idáig, de mostantól másképpen lesz. Hát nem hagyom, hogy elkódja vetjed a vagyonodat, fiam. Remélem, szólíthatlak fiamnak. Megtisztel, uram. Ez! Dorina! Dorina, gyere ki! Igen, és Dorina? Kézzét elő a legszebbik vendégszobát. Húzzál fel ünnepi ágyőt. Lucrezia úr, a vendégünk lesz hosszú időre. És hogyha sikerül a tervem, akkor örökre. Csinosítsd ki Lucsiját, és beszéld le, hogy egy kicsit kevésbé dadogjon. Parancsolj, kedves fiam! Aha! Beleívott a kávéba! A házam mától kezdve a te házam! Igazán elhalmoz, kedves! Papa! 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 De nem fogadhatod el! Ugyan, ma miért nem fogadhatnád el? Mert én meghalom. Ezt már az előbb megbeszéltük, fiam. Én nem mondtam ám még el mindent. Én nem csak Drusilla miatt akarok meghalni, hanem... olyan kellemetlen erről beszélni. Még nem mondtam el senkinek, de olyan jó hozzám. Mondja, fiam, benne megbízhatsz. Csak... Dorina! Sit már! Nem vagyok férfi. Hanem mi vagy, fiam? Nem működik. Kicsi fiam, az nagyon nagy baj. Hát egy ilyen jóképű, tehetős fiatalember kard nélkül, rosszabb, mint a halál. Megért, ugye? Azóta van ez, ami ott a Drusilla. Ő így gyászol. Édes kicsi fiam, akkor neked most gondoskodásra, megértésre, szerető családra van szükséged. Papa, lát esélyt arra, hogy valaha regenerálódjak maszkulárisan? Látok, fiam. Hát persze. Komoly esélyt látok én erre. Na menjél be. Dorina, mindent megint. Mi az, hogy édes fiam meg, papa? Újabban minden jött mentett befogad a házába, amit gondolok, ki vagyok én? Hány éhez szájöltöm még? Hány szaros gagyát zsubickolnak? Nem, megfogtam az Isten lábát, Dorinkám. Hát megfogtam az Isten lábát. Ez az én lábam, uram. Ne félj, te is jól jársz, mert hogyha Lucrezia elveszi Lucsiját, milliómosok leszünk. Én is? Hát persze, te is megkapod a miát. Most csinosíts ki Lucsiját, kenyere valami kis rúst meg púdert. És tanítsd meg arra a kis ide-oda riszállásra, amivel ő tűzbe hozod az ember. Erre gondoltam, Tomáó? Én egész pontosan erre gondoltam.
Ezt nem tudja megtanulni, erre születni kell. Gyere, fiam, iszunk egyet! Jó! Nem tévedés, te is erre váltál, választottam én. Nincs több dadogás. Miért kell mindig ennyi szaj? Én ezt nem is tenném szóval, csak hogy jobb meg. Dadogás nélkül. Te! Tenger, tajték, terasz, törülköző, tremoló, itok, tavasz, tükör, tündér. És most ugyanezt kával. Krumpli, karalábé, karfiol! Csak a zöldség. Thank you.
édes Istenkém. Látod? Látod, hogyha tudnék imádkozni, biztos, hogy hozzád fohászkodnék, hogy... hogy segíts nekem megtalálni az én Giovannimat. Arra határozottan emlékszem, hogy azt mondta Ankóna. Hát ez az. Hát ez az, mert már egy hete itt vagyok, azt őtet keresem, most sehol semmi. Már a turista pénzem is elfogyott, pedig esküszöm, hogy csak az otthoniból élek. Jaj, Istenkém. Én azt hittem, hogy itt Olaszba boldog leszek, hogy kékebb az ég, meg zöldebb a fű, az tessék, hát jobban nyomorgok, mint odahaza. Még szerencse, hogy az emberek kedvesek. Hát tegnap is. Hát ott ülök nagy nekibúsulva a tengerparton, azt oda jön hozzám az a kedves ember innen a térről. Azt a kezembe nyomja ezt a kis karkötőt. Hát én úgy meghatódtam. Hát hányszor ültem én a nagy erdőn, nagy nekibúsulva? Ó, senki oda nem jött hozzám. Nemhogy még karkötőt adjon nekem, ugyan már. Hogy unom már ezt a kolbászos zsömlét is. Még egy rendes kávét sem ittam itt Olaszba. Azt mondják, hogy ez annak a hazája. Azért is iszok egy kávét. Azért is fogok én itt majd. Persze, majd itt sanyarok, mi? Majd. Itt van. Étkezés cukrászdában azt mondja, kérek egy kávét, az una caffè per favore. Jaj, Istenem, milyen szép ez az olasz nyelv. Vegyes fagylaltot is eszek. Az meg azt mondja, gelato misto. Az egeret meg én eszem meg. Signore! Signore, prego! Si, signorina. Prego? Una caffè per favore, una gelato misto prego. Giovanni! Vittoria, te mi a francot keresel itt? Te édes! Jaj, tudtam, hogy örülni fogsz nekem! Giovanni! Giovanni, én már egy hete itt vagyok, én már egy hete csak téged kereslek! Io! Settimana! Ó, pazziu, dormire, is! Úristen, te laksz itt! Giovanni, te mit csinálsz itt? Te dolgozol? Giovanni, neked te az... Nem értem, amit barattyolsz, elegáltad, de mi a francnak jött itt? Giovanni, úgy szeretlek meg, mint Debrecenben, mi Debrecen? Debrecen szép volt, Bella, de visszik, de vége, érted? Vége! Vittoria, vége! Drága, az egy álom volt, nem más, olyan szép volt. De most ne bántsuk egymás olyan jól, mint egy pirom kis fajnulat, amit én csak megjaksz. Szép volt, csak hogy itt vagyok édes, ez az érzés. Épp olyan szép lesz, olyan forró, mint a jó erős dupla, gyere próbál újra. Grazie, mi tutto, közül mindent, ami ott szép volt, amit ott hív. Utaztál hozzám, utaztam érted, tudom ez másit, de kérlek érts meg. Grazie, bella musica dolce, de a csókod, vajon őszinte volt-e, ha most bánod, ha most nem értesz engem, vajon mit kell, nem. Cuore che non sta fermo di questo amore così sincero che certe volte non sembra vero. Grazie di tutto, di un altro giorno di desiderio di averti intorno, e le sue mani e la tua faccia e la dolcezza nelle tue braccia. Go.
tulajdonképpen örülök, hogy itt vagy. Bár az én Luciám lenne csak félig olyan odaadó, mint te. Sono molto felice di arrivederci. Jó, akkor rivederla. Rivederla. Vittoria. Titokban kell tartsuk a dolgot, mert a jövendőbeli apósom is itt lakik a téren. Ott lakok a panzióban, Io! Hogy magyarázzam meg? Ascolta, Vittoria, ascolta. Gyűrű. Gyűrű. Jegygyűrű. Jó, Giovanni, ne csillagom! Vittoria! Úristen, Giovanni, te feleségül akarsz engem venni? Sí, itt ez a lánya! Giovanni! Hát én olyan boldog vagyok, Giovanni, hogyha ezt a mama megtudja! Jól van, ez könnyen vette. Na, ide figyelj, kicsim! Ma este fölmegyek hozzád, érted? Hozzád a szobádba, be is ott majd aprólékosan visszaidézzük Debrecen. Debrecen! Giovanni, emlékszek minden éjszakára is! És el is hoztam neked a gyümölcsét. Éhes vagy? Sí, igen. Igen, gyerekünk lesz, igen. Hozok neked tejszínhabos süteményt. Sí, bambino. Bambino. Giovanni! Micsoda? Bambino! Mi, hogy neked gyereked lesz tőlem? Hogy az ég szakadjon ketté! Most ki a szakadjon? Signorina Vittoria! Hát, úgy még itt találom, az édesanyja van a telefonban. Debreceno, telefono, mamma! Mio, ugye mio, mama! Grazie! Giovanni, elmondom az anyámnak, hogy összeházasodunk, jó? Grazie! Giovanni, ez gyorsan ment. És a Dol is tudja? Jaj, mit tudna? Nincs mit tudnia. Nincs, és ha valakitől megtudná azt, amit én itt véletlenül hallottam, akkor lőttek a risztorántérnak. Már megint hallgatóztál, anyéze? Én hallgatóztam, én csak a halt takarítottam. Tehetek én arról, hogy minden szóbe hallatszik? Érdekes, amikor én a cukrászdámat takarítom, oda soha nem hallatszik be semmi. Úgy is nézel ki. Anyéze, ígérd meg, hogy nem mondod el. Aztán miért ígérném? Azért, mert én kérem, azért. Hát ez nagyon sovánka indok. De nem szólok egy feltétellen. Igen, és mi az? Várjál, hozok egy szeretvizsgát. Még csak azt hiányzik, hogy ez a pletykás bolond vénasszony beköpjön Tomahónak. Az öreg anyád, hát ezt értem, nem tett a konypóc, mindent nekem köszönhet. Ki nevelt, amikor az anyád elment, ki etetett, ki intatott, mi? Te. Tessék, vegyél. Nagyon finom most sütöttem. Erre tanítottalak? Elmész egy hétre Magyarországra, és egy gyerekkel tész vissza? Egy amatőr magyar lány kifog rajtad? Szégyellem magam miatt. Talán bizony beleszerettél, hogy így elment a józan eszed. Nagyon szép, azt te is beláthatod. Hát aztán a szép. Elmúlj. Milyen? Baromi jó. Tudod, milyen nagy szám voltam én ott Debrecenben? És Vittoria gyönyörű volt, odaadó. Aha. És kedves. És csöppet sem amatőr. No. Ez a vénszar is hogy belhabarodott. Anyéze, segíts nekem! Rá kell vennünk Vittóriát, hogy menjen hozzá Tomaóhoz. Így két legyet ütök egy csapásra. Egyrészt megmarad nekem Vittória titkos szeretőnek, Tomaó úgy se győzi. Másrészt itt nevelkedik az orrom előtt a kölköm. Na, ezt nagyon jó kitaláltad. És mi hasznom van nekem ebből, mi? Semmi. De nekem is van egy ötletem, ám. Ó, köszönöm szépen, ismerem az ötleteidet, nem kérek belőlük. Hát, ha nem bánod, hogy Tomaó meg tudja az igazat. Jó, van, várja már, annyit, várj. Na, ide figyelj. Hogy néz az ki? Hogy itt? Ezzel a picurka téren, pontosan szemben az én panziómmal nyílik egy risztorante. Hát csak nem azért, hogy a vendégeimet elcsábítsa, hát? Ugyan már, hova gondolsz? Várjál. Ha azonban
A risztorante nem itt lenne, hanem mondjuk itt. Hát igaz, hogy az én panzióm előtt, igaz, hogy elvesz egy darabot a halból, de hát természetesen ezt a házrészt neked ingyen a rendelkezésedre bocsátom. Na most van mindegy, ha szükséged van rá, akkor neked gratis odaadom. Micsoda, szükségem? Szükséged bizonyan, nem akarod, hogy ez a magyar kaland kiderüljön. A risztorántémba természetesen. Risztorántém? Felestásra beveszlek. Ha, készülődik a don. Ma este ezt a lágytörés szerenáddal. Mi van egy fél napod, addig még meggondolhatod magad. Ez aljasság, anyéze. Ez zsarolás. Hát ez zsarolás. Miért aljasság? Idióta, de még a világon nem voltál, fiam, amikor én már szerenádokat adtam, és rohantak a nők az ágyamba. Igazam van, anyéze, vagy nincs igazam, anyéze? Hát rohantak a nők. Rohantunk? Anyéze, tanuljuk meg ragozni. Igazad van, Tomáó, rohantunk, de nem elsősorban a hangod miatt. Látjad ott, Tomáó, hogy igazam van? De marha, ami miatt ők rohantak, arra én még ma is nagyon büszke vagyok. Igen? Pepe. Akkor meg minek erőlteti ezt az éneklést? Hát azért, fiam, ez már elég régen volt. Most már szükségem van a hangomra is. De ne fecsegjél már annyit, csináljunk egy próbát, gyere! Miért csak egyetlen kislány van a világ? Ne, Tomáó! Nem azt, amit nekem énekeltél annak idején. Melyiket, cicukám? Hát azt az ágyba csalogatóst. Féle már quanta bello, spira tanto sentimento, chi gira tutto mondo. De régen nem énekelted, Tomáó, olyan simogatta. Miért nem azt énekel, mire tanítottam? Melyiket? La pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia non esiste. Chi è te? Dolto, ma non mi studo, mikor ébredtem ilyen vidáman ez a derű, ez a zene, ez a jókedv, még a tenger illatát is érzem. Nem is tudom, mikor éreztem utoljára, hogy élek. Köszönöm, Dolto. Jó, van, jó. Ebben a kózában jön a szóval. Ebben a kózában jön a szóval. Csak Giovanni! Giovanni, most hozzá pezsgőt! Nem várok én estig, most megkérem a kezét. Mamma mia, ebből mi lesz? De! Mielőtt a saját boldogságommal törődnék, legelőször is a fiatalok sorsát rakom rendbe. Lucia, kislányom, gyere ide hozzám. Igen, édespapa, jövök! Lucrezio, fiam, jól érzed itt magad? Köszönöm, Don Tomáó. Szeretnék köztünk maradni. Hiszen nincs hova mennem, maradok. Hát akkor vedd úgy, fiam, hogy az otthonom mától kezdve a tiéd is, és az én legbecsesebb kincsem. A kislányom. Mától kezdve a tiéd. Don Tomáó, de jure, ugye elvehetem a lányát, na de facto. Jó van, fiam, de hát nem baj, Lucia nagyon fiatal, még várhat. Legyetek nagyon boldogok. Hát te hoppá, hova mész már? Ha kis vagy, nem csak dadogsz. Nézd meg, milyen kis nőlegényt szereztem neked. Tudom én, hogy Giovanninak ígértelek ki. Csak, 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 csak! Csinálom, hogy ezt fizetlek. Hova, Pezsgő? Hozza. És azt a poharat, azt. Add fel a hölgynek. Vittória. Szeretlek. Én tudom, hogy te egy árva szót nem értesz abból, amit én most beszélek neked. De hát azt csak tudod, hogy a gyűrű, hogy a jegygyűrű, hogy az mit jelent. Mondd meg nekem, leszel-e a feleségem? Tudtam, hogy meg foglak találni. A mamám azt üzeni, hogy majd ő is kijön az esküvőre! Na most mit mondok? Most mit mondok? Igen, mondok neked, te édes szí! Szí! Igen, mondok! Hát igen, mondok! Luigi! Csinálj! Ma légy ottra várunk, legyen ott drága, és legyen a párunk. Tavasszal, ősszel, télen és nyáron, mellette mélyen legyen a párunk. Együtt este legyen a párunk. Mondod a szót, kapcs olyan ébren, legyen a párunk. A pontosan ébren. Legyen a párunk.
krétnyi pár a szám, és átreti az ápon. Rám bír a földes föl a vén, és megtudtan a szín, és szól a szám. És én hát adottam sokára nyitnom kell, Vittori. Mama mia, fél hét és a kávéfőző több mint fél óra alatt melegszik fel. Giovanni! Egyáltalán felmelegszik. Giovanni, miért van az, hogy reggel minden férfi siet? Giovanni, Giovanni, perc! Amúgy még egy kicsit, jó, Vittori? Dormire! Dormire! Ez az a ház,
Dorina! Signorina! Köszönöm! Drusilla! Hugocska! Úristen! Nem is megtelek! Vettem észre! Álmodom, mert tényleg te vagy. Már 7 óra van, hánykor nyitsz. Gyere, mutasd magad. Sovány vagy. És mit csináltál a hajaddal? Levágattam. Miért nem tetszik? Nem. Hagyja már, Dino. De jó téged újra látni. Kösz. Drusilla, téged az Isten küldött. Tényleg? Nagy bajban vagyok, és csak te tudsz rajtam segíteni. Úristen, Giovannino, csak nem raboltak ki már meg. Nem. Nincs pénzem, Giovannino, mert kilélem sincs. Különböző szényű dolog történt velem, nem kell pénz? Nem. Úristen, ha a szegény papa megérhette volna, hát akkor mi kell? Különben mindegy, most úgy is... El kell csábítanod a mennyasszonyom vőlegényét! Mennyasszony? Vőlegény? Nem akarom hallani ezeket a szavakat. Te mit mondtál? Luciának vőlegénye van? Igen, méghozzá egy nagyon jó képű milliómos. Hogy Tomó mivel vette rá Lucréciót? Mi az, mit szeretsz? Semmi. Hogy elvegye Luciát, fogalmam sincs. Lucréciót? Így hívják a milliómost. Bezzeg az én Lucréciumnak egy vasa se volt. Még hogy nincs egy vasa se, ennek a bőre alatt is pénz van. Én beszélek, tudod, én is ismertem egy Lucréciót, de annak nem volt pénze. Ennek van. Drusilla, meg kell tenned a kedvemért, ha nem tudom megnyitni ezt a risztorántét, végem, ez a cukrázott készcsőd. Amíg a papa vezette, nem így volt. Most ezzel jössz! Tehetek én róla? Akartam én ezt a cukrászdát? Tudod, hogy világ életemben az volt a vágyam, hogy pilóta legyek. De még a Libikókán is szédültél. Ugyan már mit tudsz te erről? Hányszor ugrottam le Anyéze erkélyéről? Igen, és folyton össze-vissza törted magad. De közben repültem. A zuhanás és a földetérés között van egy pillanat, amikor nem csinálsz semmit, csak megállsz a levegőben is. Lebegsz. Csak lebegsz. Csak lebegsz. Na, ezért a pillanatért érdemes élni. Igen, van egy pillanat, amiért érdemes. És ez a repülés. Igen, az repülés. És én tudtam repülni. Aztán jön a zuhanás. Nem igaz, csak a papa nem engedte. Nem igaz, a papa csak félte. Ja, hagyd ezt, Drusilla, mama is mindig ezt mondta. Apád szeret téged, apád fél téged, azért ver agyba főbe. De jót akar, neked hallgass rá. Ő persze nem hallgatott, az első jött, ment el elépet. Jaj, ne, Giovannino, ne kezdj a mamát. Ja, persze, te véded, de pont olyan vagy, mint ő. Egyszer csak eltűntél. 2 éve nem is hallottam felőled. Én boldog voltam, Giovannino, de tudod, milyen boldog? Olyan boldog... Mint amilyen én voltam repülés közben. Mi gyerekkoromban? Szállj, mint egy homokvár, ha belekap a parton a szél. A múlt, ami nem is hoz itt, de nekünk nem jutott más. Mégis volt valami jó, egy örökös jó érzés. Hogy mi minden lehet még, hogy annyi minden van. A mama pedig moziba járt. A filmeken szerelmes lett. A filmen minden, de más. Mégis volt valami jó, egy örökös jó érzés. Hogy mi minden lehet még, hogy annyi minden vár. Lenn a parton a buckáknál.
a gyermekkor, mint egy vár, amit elmos a víz. Homokvár, ez a vár, régen elmosta már ezt a víz. Homokvár. Puszilla, meg kell tenned a kedvemért. Majd nem, Giovanni. Te így is olyan szép vagy, hogy Lucrezio biztosan beléd szeret. Szó sem lehet róla. A szerelemből egy életre elegem van. Tudod, szívem szerint kolostorba vonulnék. Ez jó. Hm? É, nem is mi rossz van? Ötlet. Szereznem kell egy szerzetes ruhát. Hm? Sugallatra jöttem. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Nem, megőrült a bányát. De mondd, Giovannino, téged egyáltalán nem érdekel, hogy én miért jöttem. Jaj, dehogy nem, de ez most fontosabb. Eszembe jutott valami, de nem szabad, hogy itt meglássanak. Majdnem meghaltam. Gyere! Miért? Persze, ma sem nyitok ki időben. Kész oda, hogy nem ment tönkre! Buongiorno, Dorina! Az ilyen nagyon betárkoztatok a nagy bejelentés után. Hiába zörgettem, kopogtattam, senki nem nyitott ajtót. Tessék, vegyél, most sütöttem. Ha tudnád, milyen felfordulás volt tegnap. Nagyon finom. Uh-huh. A Don olyan kanos volt, hogy alig bírtam vele. Egészen elvett az eszét a boldogság. Egyfolytában azt hajtogat, hogy igen mondod, igen mondod. Én meg az igen, igen. Szabasznál, nem mondhatom tovább. Tényleg ízlik? Persze, majd add meg a receptjét. A minek úgy se tud sütni. Attól még megadhatod. Anyéze, mit csináljak vele? Hát tényleg olyan szörnyű hallgatni, hogy más után epekedik, miközben rajtam fekszik. Ah, velem is ezt csinálta, hajtót. De hát szeretem. Ezt ismerem. Még szép voltam karcsú és fiatal, én is folyton sóvárogtam, vártam rá, bíztam benne. De amikor kiderült, hogy azt a gazdag nőt veszi feleségül, hát düböl berontottam az első riszpalántébe, s egy gyűjtőhelyembe megettem hét tányi és spagetti bolognézét. És tudod, mi történt? Boldog voltam. Életemben először lelki furgalás nélkül voltam. Na, hát ez nekem nem akar sikerülni. Meg szegény Luciának, de képzeld el, tegnap este Róma és Júliát akartak játszani. Hogy volt? Kikeszmerek az ágyból, hogy hozzak egy kubica borocskát az én Donomnak, mert utána nagyon meg szokott szomjazni. Emlékszem. Na, mire kérek a konyhába, már ott várnak rám az én szerelmes madaraim, és azzal fogadnak, hogy nem akarnak egymás nélkül élni, és hogy segítsek nekik meghalni. És te mit csináltál? Hát segítettem. És meghaltak? Mi nem? Szent a cséló! Haldoklanak! Hát igen. Mit adtál be nekik? A sajtót. A sajtótól haldoklanak? Húzzá! Nem értem. Beszélj világosan. Na, mint mondottam, épp indulok egy kubica borocskáért, de mielőtt indulnék vissza az ágyba. A muszáj mindig erről beszélnem. Épp azt mondom, hogy lejöttem egy kicsit a hókerdére, hogy megpihenjek. Akkor látom, hogy jön Lucia, nyomában Luigi-val, mindkettő vörösesít szem, és a konyhakredenc a méreg után kutakodnak. Mit csinálhattam volna? Mondtam nekik, feküdjenek vissza, nyugodtan utoljára öleljék meg egymást, a többit meg bízzák rá. Na és? Egy hidegben feloldottam hashajtóport, rárajzoltam a kalózok halálfét, meg a kerescsoltot, és bevittem. És aztán? Mentem vissza az ágyhoz. Ezt tudom, de velük mi történt? Ja? Mostak egész éjjel. Most már kicsit jobban vannak, de azért még van utóhatás. Szegényeim. Na, tessék, vegyél. Nem, elég volt. És még nem is tudsz mindent? Mit nem tudok, mondósam. Képzeld, hogy ez a Lucrezio, aki az azért tudom, hozzá akarja készíteni szegény Luciát. Nem férfi. Ajjajjaj, pedig milyen szemre való. De honnan tudod? Hát csak nem kipróbáltad. Á, nézd, minek nézel? Jó, ja, na csak kérdeztem. Hát csak kérdezd. Kihallgattam, amikor tegnap Don Tomáónak bevallott, hogy Campez.
Azt mondta, hogy ő már nem regenerálódik muszkulárisan. Talán maszkulárisan. Miért, az nem ugyanaz? Hát egy idő után már minden. Tehát, ha így áll a dolog, meg kell akadályozni ezt a házasságot. Azt mondom. Még látta a friss levegő magyut? Nyugodtan kapaszkodj belé. Dorina, miért nem haltunk meg? Mi? Még élünk? Aj, szegénykéim, így kimerített az éjszaka. Jaj, tessék, vegyetek ebből. Én mondtam, hogy még van utóhatás. Miért nem maradtál az ágyba? Megmondtam, hogy elintettem a Donna, hogy gyomormérgezésed van, és akkor legalább egy ideig nem kell találkozni Lukrécióval. Mi az, hogy egy ideig? Soha többé nem tudod. Látja, azt a Lukrécióval pedig kivettem innen. Jaj, ne haragudj, alig állok a lábam. Akkor meg minek ugrálsz? Ha, igaza van, Luciana. Minek ugrálsz, fiam? Maradj ott, ahol vagy. Ha engem apám hozzákészített a Lukrécióhoz, én meghalok. Lucia. Nekem sokkal jobb ötletem van. Mi az? Bolondulj meg. Mit csinálja? Tettes az őrültet. Ányéza, honnan szeded ezt a hülyeséget? Hát egy régi olasz komédiában olvastam, hogy a hősnő hülyének tettette magát, és az apja elállt a házasságtól. De? Én is voltam egyszer egy színházban, ott is megőrült valami királylány. Amilyen hülyén hangzik, lehet, hogy olyan jó. Nem, az én Lucsán nem lesz hibban. Jaj, nem látja, hogy csak segíteni akarunk. Hagyjad már, úgyse tudunk mit csinálni. Ha egyszer édespapa valamit a fejébe vesz, azt onnan balkával se vered ki. Inkább hallgassuk meg Anyédét. Vannak nem könnyű az élet. Kérdés, hogy kiről legyél példát. Vállalkozz, hogy jó lesz. És közben ad kicsit a mély. És volt egy Hamlet nevű bácsi, valamit tébolyodott föl. Azt mondta, monológ is áll, és közben minden oda fúr. Csak hogy én dadadadogok, nem megy a momo monológ. A fontos az, hogy rángató. Akkor Betty Katra Ville bánja. Nekem ez akkor sem tetszik. Majd én ellátom a baját, amit a részeges tűzik. Nem, mester! Ígérem, hogy örökre megfogadom tanácsát. Hallom, itt a Jézus. Segítsen át. Ha van úr az égben, most remélem néz, mert ilyenkor nem segít semmit az ész. Hát halljátok a szót, mert hírt küldött az úr, és nem rosszat, de jót, és minden hangja új. Nos, hallgass, te város, s ő küld majd egy álmot, hogy itt jár a nagy szent, és ránk száll a nagy csend. Mondok egy szót, már véget, csak a szavakat értjük félre. Folyt az üszeg a szó, na de mire is jó.
érdekes, hogy már kora reggel ilyen bosszús, Don Tomao. Maga honnan tudja a nevemet? Az úr kegyelméből, Nikomako úr. Varázslat? Csodál. És, uram, mester. Ja, mester. Engem is ismer? Természetesen, Luigi. Te vagy a Pescarai vándor muzsikus. Igen. Miért nem az vagy? De. Akartál valamit mondani, Lucia? Nem, mester. Dorina. Anyéze. Mit sütöttél ma reggel, anyéze? Lazanyé. Hogy állunk a szerelemmel, Don Tomao? Mester, szabadna megtudnunk, minek köszönhetjük égi látogatásodat? Sugallatra jöttem városotokba. Égi mesterem jelent meg előttem. Ő küldött, hogy elhozzam közétek a szeretetet, a békét és a családok közötti egyetértést. Mert az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Bizony, Don Tomao. Mesterem megértő, bölcs és igazságos. Ő a szerelmesek védelmezője, a házasulandók oltalmazója. Ő az úr kegyelméből adatott örökös spriccentségét hivatott biztosítani, mert azért teremtetett férfi és nő, hogy egymáséi legyenek, hogy a közöttük lévő szent kötelék per omnia saecula saeculorum soha el ne szakítassék. Ezért mielőtt két ember hal... ember házasság. Szóval, hogy a házasságot ezt nem szabad semmilyen érdeknek alávetni. Mester, rosszul van? Laudétor Jézus. Mester! Rosszul lett, mester! Dorina, gyorsan, vizet! És orvos! Látod, fiam, ezt teszi a bőtölés. Hello! Mester! Hello! Semmi baja nincsen, ugye? Inkább beviszem magamhoz, adok neki egy kis grappát. Magához kérik, hát. Sokat tennék vándorolnunk itt a tengerpart mentén. Jaj, visszessen tovább! Mi lesz? Dorina, ha így áll a helyzet, akkor itt házasságról szó se lehet. Remélem, ezt nem veszi tőlem rossz néven Don Tomao. Don Tomao? Szóval már nem. Papa! Meg! Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento. Piove sul nostro amore. Ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta
nyugodjon meg! Én most beszélek ezzel a szerzetessel. Ezek a szent emberek mind egy kicsit orvosok is. Hát, ha valami jó ráolvasásra ki tudja űzni Luciából ezeket a libucikat. Ez az, fiam. Beszélj vele! És kérd meg, hogy tegyen meg mindent Luciáért. És hogyha sehogy máshogy nem megy, akkor ajánl föl neki pénzt. Úristen! Milyen furcsa játék a véletlennek. Ebben a fura kis figurában... Milyen furcsa játék a véletlennek. Szillámot vélném fel. Hazajövök és itt találom őt. Haragudnom kéne rá, de nem tudok, mert valahányszor rám néz, egész bensőm megremeg. Éjjel-nappal egyre megy, nem tudom, hogy mit tegyek, csak ő kell, csak ő kell, csak ő kell, csak ő. Megvan, itt van, ő az, vagy csak álom, mégsem ő az, csak álom, csak álom. Hallgasson meg! Mit óhajt, uraságod? Elmondhatom a bánat! Egy pillanat! Azonnal! Egy pillanat! Milyen furcsa! Vizsergek arra a gondolatra, hogy itt fog állni előttem. Hogy belenézhetek a szemébe, hogy megérinthetem a kezét, vagy akár csak a csuhája szegélyét. Úristen, mi történik velem? Eddig sose gondoltam férfira úgy. Nos, mit óhajt? Hogy én? Ja. Hogy gyógyítsa meg a mennyasszonyomat. Ön azt akarja, hogy gyógyítsa meg a Mi? Igen, ő az. Kicsit babog, de hát ő is Isten gyermeke. Valami baj van? Nem, semmi. Csak most, hogy itt van előttem, nem is tudom, hogy mit akartam mondani. A mennyasszonyáról beszélt. Kiről? A mennyasszonyáról. Melyik mennyasszonyom? Miért? Hát több is van? Igen. Illetve nem! Bocsásson meg, csak annyira emlékeztet valakire, hogy teljesen megzavarodtam. Igen. Igen. De már elmúlt, nem érdekes. Úgy.
Szóval már elmúlt. Igen, már elmúlt. Szóval már nem érdekes. Nem, már nem. Értem. Szóval arra szeretném kérni, hogy vessen egy pillantást Lucijára. Ön bizonyára meg tudja állapítani, hogy múló rosszul létről van-e szó, vagy Isten nagy örökön tartó állapotról, mert ha így van, akkor itt engem rendesen csőbe húztak. Miért? Hát ön nem szerelmes? De, az vagyok. Úgy, szóval szerelmes. Igen, de nem Lucijába. Lehet, hogy mégis van remény. Mit mond? Azt mondtam, hogy lehet, hogy még van remény. És hogy meggyógyul az a beteg. De én már nem vagyok benne biztos, hogy ezt akarom. Ön nem akarja, hogy meggyógyuljon? Nem! Igen! Nem igen! Na, kimondom kerekfel ezt! Nem akarom! Hát ön nem szereti azt? Nem! Akkor ön miért akar a feleségül? Én nem akarom feleségül venni! Én önnel akarok menni! Velem? Igen! Amióta önt megláttam, tudom, hogy önt kell követnem. Én mindig ön mellett akarok lenni a közvetlen közelében. Én olyan vágyat érzek, hogy a közelében lehessek. Uram! De uram! Bocsásson meg, mester! Úgy értem, az ön közelében végre én is részesülhetek a szent nagy, nagy szent kegyből. Nekem most be kell mennem. Nekem is. Én is részesülhetek a szent nagy-nagy szent kegyből. Köszönöm szépen, hogy elintézel a viszfalántémat. Vigyázz, hát még észrevesznek! Jaj, csak vegyerek! Hé, emberek! Ez itt a hugon, Drusilla! Hallgass el, nem érted? Jaj, de fontos lett egyszerű. Jaj, Giovannino, édes Giovannino. Én, amint megláttam, kicsúszott a lábam alól a talaj. Igen, azt láttam. Szerencsét, hogy jók a reflexeim. Nem úgy, drág. Itt billenne valami a szívemben. Megszólalt egy billentyű, amely újra égi dallamot játszik. Égi dallam, ne nekem játszd a szentet. Nem azért találtam ki ezt az egészet, hogy enyelegy, hanem hogy elvett Tomau kedvét Lucréciótól. Hát, elvettem Lucréció kedvét Luciától, az ugyanaz, nem? Pont olyan vagy, mint a papa. Jó van már, jó. Előbb beszélsz. Mindig okosabb voltál. Aztán gondolkodom. Tényleg befejezted az egyetemet? Nem. Miért nem? Hát természetesen Lucréció miatt. Miután elment, képtelen voltam tanulni. Én mindig képtelen voltam. Te mondd csak, szerinted felismert? Nyilván felismert. Nem, szerintem meg nem ismert fel. Csak talán érez valamit. Azt is megmondom, hogy mit. Jaj, Giovanni Novelle, nem lehet komolyan beszélni. Tényleg, mondd meg, hogy mit gondolsz. Az, hogy előbb intézd el a ristorántémat, és csak aztán mondd meg, hogy ki vagy. Na jó, de lehet, tényleg nem lehet komolyan beszélni. Végeztem veled. És hova mész? Megyek. Hova? Lent magam. Vigyázz, nehogy felismerjenek! Na, Mati, ide jövök. Értem, hogy mi történik a saját házam. Lucréció bezárkózik a szobájába, hiába dörögölök neki. Nem válaszol. Luci, az megőrült. Luigi, az nem őrült meg, de annyira az azok, hogy nem lehet vele szót érteni. Olyan mondom, mert ezek ketten illenek valahogy inkább össze. Jó van, már én is megvalandultam. Ez az egy vigaszom maradt. Ez az én kis magyar virágszálok. Ez, uram, add, hogy megkönyörüljön rajtam. Uram! Én, uram, mi van, Doriko? Uram! Add, hogy megkönyörüljön rajtam. Uram, ezt otthon felejtette. Vártod, Dorinkám, mire mennék én nélkül? Én mire mennék te nélkül? Még így is, hogy azt szereted. Még így is te vagy a legdrágább nekem, nem majd, hogy egyszer rájössz. Majd rájössz, hogy én vagyok az igazi. Vittoria! Gyerek! Júj, bocsánat, Kuzi, nem akartam! Júj, ne haragudjon, bocsánat! Júj, elnézést, ne haragudjon! Scusi! Scusi! Most már jó, nem? Most már bene, nem? Bene! Bene, de mennyire, hogy bene? Na, hát most már azért nem fáj annyira a feje. No problemo. Si, problemo. Na, de azért most már azért nem fáj annyira a feje. Fáj a feje. Momento! Oj már
családi tészta? Tészta? Teszta? No. O perso la testa. Ez furcsa, ezt a lányt már egyszer láttam. Vagy álom volt, vagy képzelgés, vagy kép. Egy sárguló, egy régi fotó nézhet így a múlból, mert látja, amit nem is láthat még. A nyakunkra hozzá ezt a szent fazekat, hát azt hiszed, hogy ezt is be tudod csapni. Ez rögtön rájön, hogy csak tetteted magad. Luigi, amore mio! Ne, semmi amore mio! Döntöttem. Vagy megölöm, vagy elmegyünk. Válasz. De Luigi! Ja! Luigi, jó vagy? Nem ütötted meg magad? Luigi, te ilyen bátor vagy. Mint egy hős. Mint egy igazi lovag. Rám eddig csak édespapa vigyázott. De most már tudom, hogy csak mellette vagyok igazán biztonságban. Édespapa már nem is törődik velem. Most is ott van nála, hogy nem szégyeli magát. Miért szégyelje magát? Hogyha egyszer szerelmes. Tehát az ő korában? Hát, ha egyszer szerelmes. Hát az egy fiatal lány. Az mindegy. Hogyha egyszer szerelmes, az mindegy. Luigi, te is fiatal lányok után fogsz szaladgálni az ő korában? Hát... Nem tudom. Lehet. Micsoda! Jó, azt adja meg neked az égét! Szállt ki! Pipe, ki a hajnod én! Ne másrészt! Én azt mondom, hogy lehet, de nem biztos! Állj, mindig így nézz, ne mozdulj, várj még! Így teljen majd el, együtt vagy száll! Ahogy most nézel rá, így ölelját, mindig így bújj hozzá. Szemedben fény, csak is fény, semmi árny. Mindig így néz, ahogy most nézel rá. Cero, lette mani, amor, negli occhi tuoi, che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani.
domani amor, ritornerò in ginocchio da te, l'altro me non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Vita, io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Többé nem akarok tadogni. Én se, soha többé. Akkor gyere, csomagoljunk. Láttad ezt? Ez se nem hülye, se nem dadog. Ez a kis Béla muzsikus meg szépen elgedült a hozományomat. És mi a francot csinálja? Jaj, Giovanni, no ne légy már olyan ideges. Majd én mindent jól elintézek. Majd beszélek Don Tomáóval. Igen, és mit mondasz neki? Majd meglátod. Mester, én annyira boldog vagyok. Most már biztos, hogy a feleségem lesz. Igaz, ugye, hogy a szobájába még nem engedett be. De hát egy ilyen ártatlan kis virágszálnál az csak természetes. Az én szívemet is boldogság tölti el, hogy láthatom uraságodat, ugyanis beszédem van önnel, Don Tomáó. Az imént áltatosság közben látomásom volt. Égi mesterem jelent meg előttem. Igen, személyesen? A szenteknek nincsen személyük, csak szellemük. Igen. És mit mondott? A szentek nem beszélnek. Nem? Nem szavakkal. Hát akkor hogy? Szimbolikusan. Ja, szimbolikusan. És... Képi nyelven. Aha, rajzolnak. Varázsolnak. De varázsolnak. És mit varázsolt a nagy szent személyes szelleme így szimpatikusan? Elhívta magához Don Lucréciót. Meghívta? Elhívta, elszólította. Ja, elszólította. Honnan? A világi életből. Madonna, miért? Signor Lucrezio meghalt. Az ön számára igen. De ne haragudja, már nem lehetne ezt az elszólítást egy héttel későbbre tenni. Mert az esküvő után tetszik tudni, anyagilag egészen másképp lennék. Tudom, Don Lucrezio nem csak teljes szívével, hanem egész vagyonával is elkötelezte magát mesteremnek. Igen. Igen. Ezek szerint Don Lucrezio jelen volt az ön látomásában? Természetesen. És személyesen, vagy szellem alakban volt? Személyesen. Ja, igen, akkor most megyek és beszélek vele. Hát akkor még nincs veszve semmi. Ki hallott már ilyet, hogy valaki a teljes vagyonával? Ezeknek a szenteknek az Isten pénze nem elég már? Don Tomáó, mesterem már döntött! Igen, és azért nem menjen félhez a lánya, ugye? Az én mesterem úgy döntött, hogy az ő lánya ennek a fiatal embernek a feleségének. Ennek a fiatal embernek a felesége, maga mesterének elment az esze! Don Tomáó, ne hergelje, mesterem! Én hergelem őt, hát ő hergel engem! Nézzük meg akarja a minúciát a bűnös kapcsolatot! Mit mondott a lányomról? Milyen bűnös kapcsolata lehet az én szegény, szerencsétlen dadogó kismadaramnak? Mi? Törvénytelen viszonyt folytat Luigi hegedű tanára! Yeah. Mondja még egyszer! Törvénytelen viszonyt folytat Luigi! Elég, mondja! Lucia! Luigi! Ide, ide, gyere, te! Sétét! Gyere ide, te! Gyere, hagyjál még én! Lucia! Mi van? Igaz ez? Micsoda ez, papa? Azt hitte meg Luigi! Jaj! Kizes lett a lábam! Jaj! Kizes lett a lábam! Kicsi lányom, hagyd most a lábadat, mert itt töröm el. Arra felej, hogy igaz minden. Tomáó, én szeretem Luciát. Eltakarod színe, hogy a lábad nem érje fel. Rendben van, uram, de Lucia is velem. Egy szó, szerzünk meg fel! Most kétszer fordulnám a mellettől! Csendben legyen már a tájra, Madonna mia! Perché? Perché tutta la disgrazia di Dio, Madonna mia! Proprio a me, proprio a me! Azokat szereti legjobban az Isten, akiket próbára tesz. Akkor ne szeressen annyira jó, hát ki kérte, hogy ennyire szeressen? Ne szeressen! Te meg még mindig itt vagy? Igen, uram! Lucia nélkül nem megyek innen egy lépése, majd pedig megölöm azt az embert, aki ez maga a lányát, csak a haszonszerzés miatt a pénzért akar. Aztán én most nem hallgatok, én nekem most már úgyis mindegy. Na, tessék, na! Ki merre levárni, na! Verekedjünk meg, na! Itt vagyok, uram! És nem akarom én önt bántani! De én akarom! Mondom már, másztál a lányát! Istenem, uram, vigyázz! Maga is sorra kerülne!
Előbb ezzel az úrral kellene leszámolnom. Jó, én nem vagyok a gazdag, nekem nincsen lírám. De itt tisztességes vagyok, és nem hagyom, hogy elvegyék tőlem a szerelmemet. Ő is ide szóró talpig! Becsete! Micsoda? Te szórót mondtál? Igen! Nem kérdeztek! Hol születtél? Kit érdekel ez most? Hát kit érdekel? Erre szóval! Van testvéred? Hagyják már abba, hagyj! Volt egy csinda, az elment az anyámmal. Hogy hívták? Most már hogy hívták az öcsédet? Mind a ketten a házamból. Nem is a házadban vagy, Tomáó. Lucrezia-nak. Mint mamára. Luigi, drága bátyám. Mi van? Ez a szegény vándor muzsikus itt a bátyám. Rúgtuk a labdát és egymást is rúgtuk, de rég. Csúszlival lőttünk, vagy 77 ablakot szét. Vasárnap délután fagylaltot kaptunk a parkban. Többnyire jó volt a kedvünk, és dúdoltuk karban. És a nagy áruházban a pultoknál másokra vártuk a szép eladó. Hiszen többnyire semmilyen hitelre nem voltunk jók. Mégis jó volna most is, ha úgy tudnánk dalolni még. Daloljuk újra, hogy 20 évet üvölcsön át. Volare! Cantare! A szűk kis utcákon át, a korzón a tereken át. Don Tomáó, ezennel tisztelettel megkérem a lánya kezét a bátyám számára. Tekintsen úgy rám, mint milliómosra, mert innentől fogva a vagyonom az övé. Ahogy, mi van? Mi van? A francba! Lucia, gratulál! Luigi, gratulál! Grazie, Zsuzsa, grazie! Luigi, szerelmem, nem menekültünk! Hát te nem dadogsz te! Elbeszélek, akkor nem. Mi bolond se vagy? Az meg nem is mondtam sem. Hát én megőrülök már, mi van? Jaj, hogy jól megadottam, minden a legjobban alakul. Drága bátyám, alig, hogy megtaláltalak, már is elválnak útjaink. Mi az most rögtön elhagynál? Látod? Isten útjai kifürkészhetetlenek. Visszaad téged, és már is elszólít engem. Hová? Felkérés kapott, hogy legyen szer. Ezt az utat fogom kivetni, csak én. Hamar elfeledte a szerelmét, mi? Milyen szerelmét? Az még azelőtt volt, hogy önt megismertem. Rómában szerettem egy lányt, de sajnos elvesztettem. És hogy hívták a szerelmét, Don Lucrezio? Drusilla. És? Mi lett vele? Meghalt. Meghalt? Hosszú életű leszel, Hugi! Hát honnan veszi ezt a bar...
Honnan tudja? Én vagyok az oka mindennek, egy évvel később tértem vissza, mint ahogy ígértem. Nem győzött kivárni, elvesztette a hitét, és öngyilkos lett. Öngyilkos lett? Igaza volt, ha maga elhagyta. Én nem hagytam el, csak nem tudtam időben visszatérni. Mindet mondja. Honnan tudja, hogy meghalt? Nekem azt mondták, hogy öngyilkos lett. És ha mégse halt meg, nagyon hamar belenyugodott. Miért? Mit kellett volna tenni? Miért nem járt utána? Micsoda? Ön azt mondja, hogy lehet, hogy... Ön igazán szerette azt a lányt? Az életemnél is jobban. És ha én most varázserőmnél fogom, visszahoznám őt az élők sorába, akkor is engem követne? Nem. Bocsásson meg, de őt még önnél is jobban szeretem. Tízezer nő, igen igazam volt, én tudtam, hogy nem lehet csak is egy nő. Mert egy férfiben nincs, mert nem lehet ekkora varázserő. Ilyen titokzatos és megfejtetetlen, az csak is egy nő. Csak is egy nő. Hiszen ez ő, igen szeretem őt, mert tudtam, hogy nem lehet senki, csak ő. Mert egy férfiben nincs, mert nem lehet ekkora varázserő. Ilyen titokzatos és megfejtetetlen, az persze, hogy ő, persze, hogy ő. Örülök, hogy boldog vagy. Örülök, hogy Lucrezio is boldog. Örülök, hogy Luigi is boldog. Hogy Lucia is boldog. Örülök meg most a tényleg. Csak én maradtam hoppon. Ugyan már csavar, de van ilyet. Nálad szerencsétlen barom, tényleg nem született még a fel. Ilyenek is kell lenni. Vittória, Vittória, szerelmem, hogy te milyen gyönyörű vagy. Dorina, virág, hozzá virág! Mindjárt itt lesz a virág, és mehetünk a templomba. Ne a virágon! Giovanni, caro mio, na, hogy tetszem neked? Ezt a mamám csinálta, ezt a mio mama csinálta pont Debrecen. Ő hímezte ezt a matyó mintát. Hímezni, érted? Hímezni! Ah. Capisci, na, io ungarese, menyasszony!
Na most akkor mi van? Te összeszűrted a levet a mennyasszonyommal, te bűnös? Tudja mit, nekem már mindegy. Összeszűrtem, de mennyire hogy össze, maga szél se tudja képzelni, hogy mennyire. Amore mio, ti amo, Giovanni, te megcsaltál engem, te ungeri. Si, si, ugye, hogy milyen szép, bella, bellissima, ezt az én mamám csinálta. Csinált, ez egy nagyon nehéz ungár ez a minta. Van nálam egy-két terítő is, hogyha érdekli. De még te megcsaltál engem? Megcsaltál! Hát vigyázni kell a bambinóra, na! Bambino? Si, mio i Giovanni, a bambino itt a hasikámban. Giovanni! Hát te hasikájában dugtál egy bambino! Na, bizony, oda! Oda ér! Fantasztika, Giovanni! Veled akartam élni, én neked akartam adni a házamat, a vagyonomat, mindenemet. Miért ezt a büdös, puhány, tohonya senkit választottad helyettem? Miért? Mondd meg, hogy miért! Ne lángasson már! Fölfestik a hímzés! Az mi fog szólni a mama, na? Hát ezt a Mio mama csináld, a Mio mama von Debrecen! Zsuzsanna! Frissítő! Na, no. Frissítő! Jó, akkor vele! Ez mennyire szar! Még mindig rossz a frissítő, most mit csinálj! Vittoria! 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 Jöjjön ide! Mamma! Sí, igen, igen, mi jó anyu! Igen! E papa? Ki e papa? Jó, ja, papa, ja, no, papa. Jaj! De jó Isten, dehogy nincs kislányom. Hát én vagyok az apád. Anyu, apu. Caudavate ma sul viso, ho capito molto cos'è. Tanti mesi ora so cosa sono per te. Una lacrima e un sorriso han svelato il tuo segreto. E sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Amióta te itt vagy közöttünk, azóta itt valami nem megváltozott. Azóta itt egymásra talált ugye két fivérnek, két nővér. Apára lehet egy gyermek ott kint, ugye? Meg egy másik ott bent. Szerelembe esett itt majd mindenki, megtalálta a párját, ugye majd mindenki. Úgyhogy most, mielőtt Isten őriz, rosszra fordulnának a dolgok, én ezt megköszönöm neked. Hogy elhoztad közénk azt a szellemet, akinek hatalmában állt elröpíteni minket, hogy csak egy pár órára és egy olyan világban, amelyik már rég lesz. Oda, ahol a férfi erős és bátor, a nő karcsú és gyöngér, ahol az igen az még most is igen, a nem, arról meg ne is beszéljünk. Ahol télen hideg van, nyáron meleg van, a tavasz zöld, az ősz sárga, a tündér jó és a boszorkány gonosz, vagyis ahol még mindig minden olyan, mint a mesében. Tudják, hogy miért? Azért, mert ott még ma is a mese a valóság, hisz a valóság, az maga is egy nagy mese.